Jelentem. A Szajusz 36-ő hajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, a Szajusz 36 kutató űrhajósa. Sziasztok, ez egy Farkas Berci unboxing videó. Rendeltem egy festményt Lágás és Anyi bácsitól. Tőle van már egy nagyon jó Rolling Stones festményem. Tegnap adta fel, 20-án rendeltem. Nagyon gyorsan dolgozik. Megpróbálom kinyitni, ebben lesz még egy könyv, meg egy Farkas Berci az első újság. És most nem a festményt vágom szét éppen a snitzerre. Nagyon izgulok. Az eddigi munkásságából fakadóan azért némi meglepetésre számíthatok. Kapott egy képeslapot, ami alapján kellett neki ezt lefesteni. Azzal a kis variációval, hogy az eredeti képeslapon, majd megpróbálom úgy, hogy először a képeslapot mutatom. Az eredeti képeslapon nem látszik a haja Bercinek. Itt meg, hát majd megnézzük. Azt mondta, hogy megoldotta. Én kértem, hogy legyen rajta haj, meg fül, a fülesen látszik. Kicsit izgulok. Nem is tudom, hogy megmerjem-e előtte nézni, mielőtt más is látja. Már megvan. Igen. Na, szóval. Ez volt a képeslap. Nem tudom, Dávid látszik-e a képeslap. Mutatom kedves nézőknek. Egy könyv, amit kértem még tőle, de ez már megvan. És hát ugye valószínű ez alapján festette meg a fejét sisak nélkül. Mindenki izgul, de lehet, hogy jó lesz. Tehát én nem adom fel, de kész van. Kész van. Megcsinálta. Szép. Érdemes volt rá várni. Dávid nagyon bírja kirövegés nélkül a háttérből. De hát ez az ő stílusa, hát ezt el kell fogadni. Van, aki szereti, van, aki nem. Én, nekem a Rolling Stones mellett szinte kiugrik. Annyira jó. Úgyhogy... És ugye hát a te tervem az, hogy aláíratom Berci bácsival. Reméljük, hogy alá fogja írni. Hát köszönöm a figyelmeteket, ez már megy is a Rolling Stones mellé, és majd készülnek a fotók is róla. Sziasztok! Amikor messze jársz, mindenre nagy